A kézi csengettyűkkel templomi kórusokban, iskolákban és harangjátékokon találkozhatunk. Az ügyes csengettyűsök zongorakottához hasonló hangjegyeket olvasnak, és a billentyűzeten megtalálható összes hangot le tudják játszani. A finoman kidolgozott és hangolt csengettyűk a következő generációkat is szórakoztatni fogják. A csodálatos zenevilágában hosszú hagyománya van a csengettyűknek, a templomi himnuszoktól kezdve Beethoven zenéjéig. Minden egy öntőformával kezdődik, amit egy munkás körbe zár egy kétészes tárolóval vagy öntőforma kerettel. Az öntőforma keret alsó felét speciális durva homokkal töltik fel, ami tökéletes a homok öntőforma készítéséhez. Összetömöríti a homokot, majd átfordítja a fémtartót. Vezető rudakat helyez a harangformákba és megtölti az öntőforma felső részét is homokkal. Újra felhelyezi a döngölő deszkát, ami összetömöríti az öntőforma felső részében lévő homokot. Ezek után kiemeli a vezető rudakat. Leemeli az öntőforma keret felső felét és kiemeli az öntőformát. Újra összekapcsolja az öntőforma felső részét és teljesen kiemeli előle a homokformát. Egy dolgozó bronz öntecseket helyez az olvasztó tégelybe, hogy felolvassa azokat. Hőérzékeny anyagot tesz a homokforma tetejére, majd nehezékekkel tartja össze azt. Amikor a felolvasztott bronz eléri az 1200 Celsius fokot, egy dolgozó az olvasztó tégelyt a homokforma fölé viszi és beleönti a megolvadt fémet a forma üregébe. Akkor hagyja abba az öntést, amikor látja, hogy a hőérzékeny anyag füstöl. Ez jelzi, hogy az üreg megtelt. A munkások egy rázócsúszdát és kis kalapácsokat használnak arra, hogy kiszabadítsák a kész öntvényeket a homokformákból. Egy rotor megtisztítja a piszkos öntvényeket. Egy munkás eltávolítja a felesleges részeket, melyek az olvadt fémet a harangüregbe juttatták. Lecsiszolják a csengettyű éles peremét, majd kifúrják az összeszerelő csavar helyét. A harangöntvény esztergapadra kerül. Itt egy karbid vágószerszám, ami egy a harang saplonját követő tűvel működik együtt, eltávolítja a durva öntési felületet és csillogóvá teszi a csengettyűt. Ez a folyamat egyben alakítja is a csengettyűt és megadja neki a megfelelő hangszínt is. Egy másik karbid vágószerszám a csengettyű belsejét alakítja ki, csillogóvá téve és szintén hangolva azt. Egy külön erre a célra kialakított rajzolóeszközzel a munkás lemásolja a csengettyű külső formáját egy papírra. Ezután lemásolja az öntvény belső formáját is, amíg meg nem rajzolja a belső és külső forma pontos mását. Ennek egyeznie kell a mestermintával. A munkás egy finom dörzspapírral lecsiszolja a csengettyűt, a belsejét is simára csiszolja. Ezután ellenőrzi a csengettyű hangminőségét egy stroboszkópos hangoló és az emberi fül segítségével. Újra lecsiszolja a csengettyűt, hogy egy kicsit hangoljon rajta. Majd újra ellenőrzi, hogy biztosan tökéletes hangot adjon ki. Egy munkás még egyszer átcsiszolja, egy másik kézműves pedig gravírozza a csengettyűt. Végül egy dolgozó összeszereli a harangnyelvet és a harangot. Egy alátétet, egy harangnyelv fejet és egy fogantyút szerel az összeszerelő csavarra, és mindezeket felerősíti. A hozzáértők kezében a csengettyűk csodálatos zenét játszanak. Mindegy, hogy a szerzemények egy szűk baráti összejövetelen, vagy egy 13 fős csengettyűs zenekar által előadva hangzanak el, a zene, amit a hagyományos csengettyűk játszanak, csodálatos.